Üdvözlök mindenkit. Kaptam jó tippeket, úgyhogy kipróbálnám. Ugye és az az egyik alap probléma, amin igazából soha nem nagyon gondolkoztam, és igazából nem is sikerült megoldani, de mondom, nem is gondolkoztam rajta, hogyha itt most megnézzünk egy-egy táboraimat, tehát például azt hiszem, hogy ez a fő táborom, tehát ezzel kezdtük, és itt mutatja ebbe a kis felnyíló kis buborék ablakba, hogy a harcosok átlagos képzettsége egyes. A harcosok átlagos egyes. Egyes. Ezt. Egyes. Szóval, hogy hát ilyen kis nyúlbéla harcosaim van. Na itt meg átlagos képzettsége négyes. Hát ezt ugye nem régen, ja, ez egy semleges tábor, bocs, nem régen, még ide készülünk. Ez volt amelyiket, nem olyan régen, de szóval, hogy ezeket valahogy fel kéne turbózni, és hát van egyfajta ennivaló, de nem tudom, majd elmegyünk lootolgatni, és akkor majd akkor majd megtaláljuk. Most azon is gondolkoztam, hogy hát lehet úgy kéne csinálni, hogy na, lehet úgy kéne csinálni, ezek kik? Aranybányászok. Mennek, lehet oda. Mennek oda, arra hagyjanak meg megint. Hát onnan jöttem, azokat, és már mennek az aranybányászok. Na, először eljövünk ide, és ugye azt terveztük, hogy itt végig menjünk, de először eljövünk ide, ezeket is magunk mellé állítjuk, és akkor majd, hát akkor meg majd megyünk az aranybányászokat újra vissza, mert hát oké. Okay. Viszont úgy megyünk majd el lootolni, hogy azon gondolkozom, igen, az aranybányászoktól azoknak lesz egy lovaskocsijuk. Szóval lehet, hogy úgy kéne majd csinálni, hogy a lovaskocsival megyünk majd valami táborokba, hát most vagy azzal, vagy egy másik lovaskocsival, de minden esetre, mert ugyanis én nagyon sok lootot ott szoktam hagyni. Mert hát, ne basszus már, milyen magas helyre kéne itt. Várjunk, akkor itt elmegyünk balra, hát ha ott fel tudunk menni. Kemény az indián élet, mi? Ilyen sziklákon kéne el, de itt nem fogok tudni felmenni. Akkor ez volt, ez lett volna az? Nem, még egy kicsit tovább lehet. Hát, ha itt fel lehet menni. Aha, itt mintha lankásodna, lankásodna. Hát, hogy fel tudunk menni. Na, úgyhogy, hát, mert az... Ne, hú. Hát itt vége van a kanyarnak. Az öreg hegymászóló legkisebb unokája. Na, gyerünk! Ez nagyon csúnya volt, ezt nem csinálom még egyszer, ígérem. Hát menjünk már! Hogy menjek gyalog, vagy mi legyen? Mondd meg nekem, kis barátom, hogy nem tudja már Rózsa Sándor a lovát ugratni? Hát ezt nem értem, hogy... És most meg túl megy rajta. Hát gyerekek, soha nem jutunk fel erre a hegyre. Na, állj, itt állj meg! És itt, ezen nem tudsz felmenni? De fel tudsz. Na mondom én, hogy ott csak olyan béna vagy, hogy nem szeretek ilyet mondani egy indián lóra, de... Hol van? És ugye kiderül, hogy nem is ide kellett jönnöm? Na, ez a legnagyobb vicc. Hát itt van egy tábor alattam, várjatok már. Akkor itt halt meg. Csóringer? Vagy most már meg a helyszín ismeretlen. Nem, ez nem az a hely volt, várjatok. Valami nem jó, árulás van. Ez mi itt? De pedig csak itt van. Hát ide mutatott. Hát akkor itt vissza kell menjünk, mert ez a hegy nem az a hegy. Na várjunk. Keressük meg a lejáratot. Valami nem jól van. Nagyon egy kicsit megnéztem már, hogy van a játéknak hangja, mert én hallom, hogy van, csak hát itt nem tudom, valahogy vissza lemegyünk, nem érdekel, hogy mi történik, valami történni fog, gondoltam, itt még egy, ez az. Élsz még? Pacikám. Élsz még, pacikám? Még leszállunk, mert már nem vagyok madár, de leszállunk. Távcsövezzünk. Szóval a lovas kocsival kéne menni, de
Hát vannak olyan helyek, ahol van is lovaskocsi, és hát itt mondjuk pont szerintem, hát nem tudom, van ott egy, de ugye nem biztos, hogy be van kötve elébe ló, tehát szóval, hogyha meg nincs, akkor meg úgy kéne majd ilyen helyekre menni, hogy eleve már én lovaskocsival mennék lútolni, tehát az még milyen lenne, egy indiánok mennek lovaskocsival, de minden esetre, tehát olyan lútokat, amik eddig én kihaigáltam, azokból van bizonyos dolog, de hát azt majd, hogyha ott leszünk, egy olyan élelmiszer, aminek komoly súlya van. Szóval egy olyan súlya van, hogy én ezt mindig ott szoktam hagyni, mert az egyszerűen tényleg brutál súlya van. És egyszerűen nem éri meg, vagy hát tényleg nem tudom elvinni, hát fizikailag tényleg, viszont lovaskocsival el tudom vinni. És hogyha lovaskocsival, igen, itt mutatja előttem valakit. Ki volt az, aki... És felkutatás, megfélemlítés, megölés. Samuel Lawrence, ami megnézzük már, ki melyik az? Ez nem az. Az se. Ott van leghátul. Az a főnök. Hát így könnyű lesz, hogyha a főnököt azt könnyen megtaláljuk így is most már. Hát figyeljetek, az igazság, hogy... Ó, ez baj van, mert ezt eddig nem láttam. Elkezdődött a dolog, mert ezt nem láttam eddig, hogy itt is van egy ilyen. De hát mindegy, mert felkutatás, megölés, tehát úgyhogy... Úgyhogy... Ne, itt még ki van itt még? Még valaki sétált. Hey everyone, itt egy buddy. Én vagyok az öreg bodybuilder legkisebb unok. Oh, még ott is jön olyan, akit még nem is láttam eddig. De téged, igen. Jó mondod. Semmi. Az egy nincs bejelölve, az még okozhat egy kis fejfájást itt. Az a baj, hogy ezekkel a kocsikkal itt vannak, de hát ezekben nem lehet ugye bele bekötni lovakat. És ezekkel igazából nem tudunk mit kezdeni. Hát ketten, most ketten vannak még, ott nem egyedül van. Hát figyelj, komám, téged azt mondták, hogy mindegy, mit csinálunk. Meg is ölhetünk, akkor minek húzzam az időt, nem? Csak ez az. Meghalt, teljesítve, csak még van itt valaki. Over there, ott van, over there. Hopp. Már még van valaki. Lehet. Pedig még lehet, hogy van itt valaki, mert még nem írta ki, hogy végeztünk. Na hol lehet, miben van a házban valaki? Az lehet. Ide hívhatom a lovamat? Már most már mindegy. Ez a házból van az ember. Az én lovam az még jön. A házból hallottam a hangját az emberkének. Ó, ne már! Ó, ne! Mit csinál, kell anyag nekik, és itt egy távcső. Hát most már tele vagyunk távcsöves puskákkal, az még egyet sem használtam. Most már ideje lenne rá pontot tenni. Itt van bent valaki. Itt van, hello! Drinkwater Forest Camp eltűnt. Okay. Na most megnézzük ezt a anyagot, csak abból se tudom mennyi kell, de majd meglátjuk, hogy hogyan alakul. Rossz gomb. Okay. Dobáljunk be a puskákat az apának. Apának egy kis társcsöves, cuci buci. Hát ezeket lehet eldobom most, mert nem kell híleljem magam, mert inkább olyan dolgokat, most a kenyér, sajt, nem, szárított halhús, ezek nem olyanok, ami, ez nem az, ami nekem kell. Ez most per pillanat, itt, ha a hílelem kellett volna, jó lenne, de most nekem nem az kell.
Ezt néztem már, ezt az emberkét? Nem néztem. Hát én elveszem ezettől is, ami olyan jellegű, még nem tudom, a paciba befér-e. Be bizony. Jó. És akkor nézzük a többi lootot, ez üres. Ebben most nagyon rámegyek arra a dologra, de megnézzük a súlyát is már. Ezért mondom, hogyha... Ó, nem már 16, igen, ez egy ilyen vaddisznós terület. Hát a vaddisznóbőr nem bírtam itt hagyni, most vaddisznó agyar. Kövezzetek meg, de nem hagyom itt. Csinálunk akkor még nyilvesszőket is. Itt ebben nem volt olyan igazából, ami olyan anyag, de mindegy, majd ha lesz valahol, már pedig azt inkább lovaskocsikon szokták hozni azokat a... Na nem tudom, majd meglátjuk, hogy hogy lesz. Ó, szevasz, Kobáb! Hogy lehet így kinézni? Itt fekszel nekem. Na, nézzük kis... A lőszereket elvisszük, mert a vaddisznóbőr... Betojok, mennyi vaddisznóbőr, de hát most ahol, amikor van, akkor ugyanazok a lootok, amúgy mindenütt, ez az int, ezt barkácsanyag, de nem viszem el. Ez a, itt kezdődnek a bajok, hogy... Kezdődnek a bajok, és valószínűleg, hogy úgy kell majd csináljuk, hogy bizonyos dolgokat, lehet azokat az egylövetű puskákat, azokat szerintem ki fogom cselejtezni onnan, mert nem is tudom, hogy miért tettem el. De tényleg annak nem sok értelme van. Dió, nem kell. Ásót, vaddisznóbőr. Puh, annak milyen súlya van. Azt a rohadt. Ez a fajta hús, ez... Igen, ennek az alapanyaga a füstölt hús. Ja. De az nem kell nekünk. Viszont fát, mert akkor gyártjuk még egy kicsit, barkácsolunk. Olyanok vagyok, mint megkelek, remekkelek. És még egy. Még egy kell ahhoz, hogy jól legyünk. De hívjuk a cocót, mert jártányi erejünk nincs, egy erőnk nincs. Elhajítjuk most már a... Szerintem cserélek onnan. Ezek a bőrök mennyit foglalnak itt nekem? 70-et csak a vaddisznóbőr. Azt a rohadt. Az nagyon sok. Ezt a... Egy darab ilyen puska van? Egy. De mondjuk ezeket a pisztolyokat is, mert... Ez is csak egy lövetű. Ezt a hát, táras, forgó tárasat, azt meghagyom. Ez is ugyebár olyan, hogy kétsövű, hát ezt akkor meghagyom. Viszont ami olyan, azt meg a lőszert behajítjuk. Nem tudom, vaddisznó agyar bemegy. Ezek bemennek? Oké. Okay. Mennyi van még nekem? Hát még rengeteg. De az összes nem fér be, jó. Rakunk annyi vaddisznóbőr, telerakjuk a lovat. Ja, hogy telerakjuk, tele van a ló, kész. Jó, viszont nekem annyival vagyok jobb helyz. Várjunk már. Ez a Russell, ez hogy került hozzám? Ez is itt volt. Jó, lehet, oké. Okay. Ezeket eldobom. Most úgy állunk, hogy van 108. Hát sajnos ezt is el kell, alacsony. Jó, ledobjuk. Inkább a vaddisznóbőrt visszük, akkor azt elhajítottuk. Inkább azt visszük. Ez már megkönnyebbülés, amikor azt látom valamilyen, hogy üres. Szóval ezért kéne, hogy legyen olyan... Megint lesz vaddisznóbőr, de már nem fogom tudni elvinni. 94, hát itt vannak, de hát nem, tényleg nem fogom tudni elvinni. Vaddisznó bőröket. Hát szívem vérzik, de fel kell majd gyújtani a francba. Vaddisznó agyar, azt viszont el tudom vinni. 96. Még teszek ide fát, mert akkor még ezt lekraftolom gyorsan. Hogy meglegyen a napi kraftolási adagom, és akkor ami maradék fa, ezt viszont ledobom, már ne legyen nálam. Jó. Még tudok futni, vagyunk, hogy állunk, 96 per 100, hát nagyon rosszul állunk, de jó, még itt is szétnézünk. Meg nincs is berendezés, mit nézek én itt, semmit. Ebben meg már, nem, ebben nem is néztem bele. Itt nem volt, az igazság, hogy nem volt semmi olyan, amit én kerestem. Azt a
240. Ezt a vaddisztom agyar mennyiséget még elviszem. Hát jól van. Égen a francba ez az egész kis hely, nem érdekel. Nem baj az, de el kellett pusztítani, szóval ezzel nem tudunk mit tenni, mert hogy ez egy olyan terület, itt hogyha megnézzük a térképet, ugyebár ez egy olyan terület, hogy itt van lent valahol, most nem látszik már, de itt van a indián tábor is, tehát ezek itt mind olyan területek, amiket muszáj elpusztítani, akkor fogjuk látni, most ezt az indián tábort mindjárt megnyerjük magunknak, ha sikerül, és akkor az egész terület látszódni fog nekünk, szóval ez mindenféleképpen kellett, mert hogyha ez itt egy olyan terület marad, hát ott szerintem kipakolunk, vagy lepakolunk. Egy olyan terület maradna, ami ellenséges terület, akkor az ilyen sötét folt marad, szóval az úgy nekünk nem annyira jó, mert nem lehet belátni az ellenség mozgását, meg úgy, na, azért jobb az, hogyha látjuk az egész területet, ami a miénk, a térképen. Oho. Paca, majd megnézzük tényleg a pacika is, hogy hogy áll, mert azt el is felejtettem nézni, hogy fejlesztése, hogy áll a cocónak. Cociboci. Na jó, hát ez egy ilyen kis pici tábor volt, de olyat kéne majd próbálnunk nézni. Ja, itt gyújtottuk fel még legutóbb. Ja, úgy néz ki. Oké, az is ott van. Na itt van nem messze akkor ami... Itt ég a tűzünk. Hát még nem találtunk olyat, ami kéne. Na nézzük, pacikám. Pacikám, egyelek meg. Hát még egy nagyon kicsi hiányzik a kötődési szintnek a következő lépéséhez, de majd összejön. Ezeket ide be. Ez hogy volt még a lóba nekem? Na jó, nem értem. Nem vettem el mindet. Jól van. 8, 9, 10. Számolunk, nem érdekel. Nem tudom, ezt a puskát, ezt az egy levetűt miért osztam el. Jól van. És akkor innen viszont hogy állunk? Itt vagyunk. Hát, most nem is tudom, hogy tényleg az indián tábor, de mondjuk az közelebb van az indián tábor. Lehet, hogy viszont a másik indok meg, hogy lehet, hogy mégiscsak először visszanyargalunk már oda, azokat lerendezzük, és akkor utána visszajönk erre, mert szerintem itt alul megint, mert ezt is fel kell majd fejleszteni ezt a tábor, de egész biztosan itt lesz körülötte, lesz olyan esetleg ilyen fogolytábor, vagy valami, tehát lehet, hogy érdemesebb oda menni először. Ja, azt meg behúzzuk már, amit itt adtak nekünk, vagy melyik az... események, igen, teljesítettük a napi kraftolási adagunkat. Jó, és akkor szerintem akkor elmegyünk. Már megint meghalt itt valaki, de az ki tudja, hol ez meghalt, de ismeretlen terület, úgyhogy ezt hagyjuk. Ez meg, a fene se tudja, ez is hol halt meg. Nincs most feladatunk. Hát az a baj, hogy megöltem, tehát itt igazából azért jobb, hogyha az ember nem öl meg mindenki, csak itt most, hogyha, hát mindegy, elkezdtem, az volt a feladat, hogy igen, élve vagy halva, tehát akkor én azt mondtam, hogy jó, hát akkor haladjunk vele, mert van, hogy leragadunk valakinél, hogy ugye nem öljük meg, de akkor meg, vagy szóval megpróbáljuk így megfélemlíteni, hogy valami titkot kifecsegjen, kikotyogjon nekünk, csak azzal egész sok idő elmegy, de majd mindenféleképpen muszáj, mert az adna nekünk olyan küldítő, megmondja, hogy mi hol van, vagy ki hol van, vagy 200 méter. Még este van ilyenkor. Ilyenkor is dolgoznak, vagy alszanak? Már ilyenkor 70-50 méter, hogy le kéne szálljunk a magas lóról. Van is az a mondás, hogy szállj le a magas lóról. Megnézzük, de a nagy valószínűséggel ilyenkor nem dolgoznak. Aki nem dolgozik, ne is egyék.
Hogy... Mit mondtál? Ő... Mit mondtál? Bejövök a táborba, csak... Valahol alszanak, az biztos. Ki az, aki horkol? Horkol. Ja, rálépek valakire, mert... De nem bántok, itt... itt a, hát itt a sátor. Ja, hát már ketten is vannak bent. Rosszul látszik. Ez egy fej. Ez egy másik. Még kell, hogy legyen egy harmadik. Mindenki alszik. Nincs őrségbe senki? Hát akkor így jártatok, gyerekek. De az ott van előttem, mintha az lenne. Ho-ho-ho-ho-ho. Azaz. Távcsövezzük már meg. Szerintem az a főnök. A főnöknek van annyi esze, hogy nem alszik. Ja, nem a főnök. Ez az ördög van. Az ördög nem alszik. Na jól van. Nem fogok itt tángatyázni veletek, nem képzelitek. Hova lettél te meg? Az igen. Na, utánpótlás. Itt van. Igen, de nem biztos, nem ez kell nekünk igazából, de elviszük most már ezt is, csak ezeknek van ám súlya. Nézzük meg, viszont van nekünk, kell, hogy legyen, nem tudom, ezek lovaskocsival szoktak jönni, de meg lovuk is, nincs lovuk ezeknek? Hát hogy a francba jöttek ezek idáig? És egész sok cucc van nála, csak már most ennyi is volt. Ennyi volt az életerőm, de jó sok cumó volt nálatok, gyerekek. Hívjuk el lovamat, mert nektek nincs lovatok, de nekem van, de tényleg ezeknek hol a francban a lovaskocsijuk? Hogy nincsen? Mármint, hogy itt van, de... De kéne, hogy legyen amúgy. Ó, de kis okosan jöttél, így megkerültél mindenkit. Látszik az én kis... Tyutyulim-utyulim, vagy... Hát jó, van egy csomó fegyó. Minek kellett ezeknek ennyi fegyver? Én ólom utánpótlás. Ezt is megnézzük, de ez lehet, a fordítás is lehet ilyen hülyén, szóval... De azt hiszem, hogy nem ezt keressük, hanem van egy másfajta, ami úgy néz ki, mint egy... egy nem tudom, mint egy csirkecomb, vagy nem is tudom, mi a franc. Jó, ezt... Ezt megszereztük, akkor innen megyünk vissza, hát gyakorlatilag nekem innen, hát ide vissza kéne jöjjek. Nincs mese, azt hiszem oda. Ugye itt nincs mit lootolni, mert ezek ilyenkor üres minden a loot, mert nem is lehet felgyújtani ezeket a területeket, csak az aranybányászatot, hát... próbálom lassítani, meg hát ugye mindent, ezek olmot, minden mi egymást, mindent bányásznak, én megpróbálom a lassítani, mert onnantól akkor ugye nincs alapanyaguk, írták is, Maci! Írták is, hogy ugye az újságban, hogy anyag szükségeltetik nekik, és akkor mennek a favágók, a mit tudom én, micsodák. Maci, nem akarlak megölni, ne gyere utánam, mert na, reméltem is, hogy lekopsz rólam. Mennyire van ez még? 120 méter. Ja, vasúti támogató, fagyűjtések. Ezek, ugye kell nekik az alapanyag, én meg csak próbálom lassítani nekik, hogy ne jussanak annyi alapanyaghoz. Végül is lehet, hogy nem is... Na mindegy, csinálok itt egy mentés, de még az is lehet, hogy... Ezeket a fegyvereket, ezt én már majd eleve ennek a tábornak viszem ezeknek, be is jelölöm őket, oda fogunk most menni. Viszont annyit, hogy annyit megpróbálok, hogy ebbe a táborba viszont én a fegyverek maradnak, a lőszert berakom, az én ólom berakom, a fegyverek, meg az utánpótlást, tehát ezt berakom ide. Nem hiszem, hogy ez, mert rákeresek már, hogy abból amúgy van még, vagy ennyi volt. Vagy 179 van, de igen, tehát ez nekem nem hiszem, hogy ez a jó, tehát nem ez a fajta élelmiszer kell nekem. Jó, csinálok megint egy mentést, mert nem...
egyszer is elég lett volna, de most már mindegy. A lovunkba... Ajaj, ló... Ja, de lóban én kivettem, igaz? Ja nem, nem vettem ki, benne van, de az jó, hogy benne van, oké. Menjünk a indián táborba, és akkor megpróbáljuk őket átcsábítani magunkhoz. Na, a Stonehenge-be laktok ilyen sziklák között? Messziről úgy nézett ki, de nem, nem, nem. És van, lovaik is vannak, hát hányan laktok ti itt? Ó, itt van egy kérdőjel nevű indián. Na majd, mindjárt beszélek én a fejeddel. Ülsz, nem baj. Tom egy sólyom? Igen, Tomahawk, angolosan szeretném hallgatni. Csatlakozik a táborod a harcunkhoz? Túl rossz a hírneved, menj már a francba te meg. Menj már a francba te meg a túra. Hoztam volna egy csomó fegyvert neked. Ez, na itt van pedig ez az is, de az a baj, hogy nem tudom, 2400, mindjárt megnézzük, hogy tudunk-e, mert azt hiszem, várjátok, valahol itt is van egy ilyen indián tábor, akik nem csatlakoztak hozzánk, mert azokat is a Túros hírneves társasághoz. Megnézzük, hogy ez hogy áll ez a része. Nézzük csak, clean reputáció, de ez, hát jól látom, pirossal írnak itt nekem, de hát ez még egy csomó pont kéne hozzá. Jó, hát akkor gyerekek, úgy jártatok, hogy akkor nem. De szerintem így meg, ha én, akkor ezt nem fogom felszabadítani addig, mert ezt majd akkor szabadítom fel ezt, hogyha már ezek csatlakoztak. És megegyezzük, hogy ezek rendetlenek voltak, nem akarnak csatlakozni. Mondjuk addig, legalább addig, amíg ezek nem az én felügyeletem alatt vannak, legalább addig nincs velük gondom. Tehát addig nem kell velük foglalkozni, addig hát semlegesek, szóval nem bántja őket az ellenség se. Mondjuk azt nem tudom, hogy én szerintem így meg ugye távol vagyok, hát igen, távol vagyok az én tudom, a tábor tüzenytől, tehát így meg viszont nem fogom tudni elküldeni a fegyvereket, mert így akkor viszont másnak kell elküldeni. Hát jó, bejelöljük ezt, de akkor nem tudok mit csinálni, itt majd keresünk valami más célpontot, aztán kész. De vagy az én lovam, untat a munka, akkor mehetünk. Ezeket a fegyvereket akkor kihaigáljuk meg, akkor azt, és akkor onnan nézzünk majd valami más célpontot, csak most már majd úgy kéne keresni valami célpontot, hogy ja, hogy ez volt a forta, nem tudom micsoda. Ja, és már jön a maci. Jön a macika, úgyhogy menjünk innen. Már sajnálnám megölni, mert jó, az egy játék, de függetlenül ugye az a baj, hogy nem tudom felhasználni egyáltalán. Hát, jó, macikám, az a... Na, lekoptál? Nem már. Jó, ennek örülök amúgy. Örülök amúgy, hogy nem jössz. De nem tudom szétszedni, meg szóval nem tudok vele mit csinálni, és így csak pocsékba menne szegény, tehát nem tudok tényleg ide. Ja, az nincs meggyújtva a tüzem. Ops, először tűzgyújtás. Hát nem volt meggyújtva a tüzem, addig nem tudok átpakolni semmit. Jó, lóból meg... Ugye lóból kipakoltam, persze. Okay. Kirámoltunk mindenhonnan mindent. Jó, hát nem találtuk még meg ezt az anyagot, de majd tényleg most már ráfigyelünk, hogy olyan anyagot találjunk. Igen, ezeket viszont nem, ezeket nem éri meg nekem. Ezeket nem éri meg. Viszont itt valahol, vagy itt valahol, nem is tudom, most mehetnék én persze erre. Az se rossz, hogyha én most hagyom azt legközelebbre. Mondjuk akkor én itt megyek erre, és ezt megpróbálom bejelölni ezt is, és akkor így megyünk a másik irányba. Hát, ha ott még arrafelé is találunk valami tábort, ami meg lehetne támadni. Illetve hát azt is megnézzük, hogy itt van-e olyan, ez 1600, hát ez piszok. Ja, hogy ez erre van 1600. Hát azt is megnézhetnénk igazából, hogy hát ott esett el. Nincs több idő, vagy nincs több hely.
Jó, szerintem az megvár minket. Mert igen, terveztem én, hogy arra elmegyek. De most szerintem menjünk akkor erre. Ha már így esett, hogy ezek nem jöttek hozzám, ezek az indiánok ilyen rendetlenek voltak, még kell hozzá egy kis pont, hogy azt rátegyem. Tehát akkor még gyűjtünk egy kis pontot. Valahol valakiket még le kell díbolni, gyűjtünk valami kis pontokat, és akkor azért nézem, hát meglátunk itt valami tábort. Ha gyűjtünk valami pontokat, és akkor, na, akkor utána magunk mellé állítjuk. Csak akkor mind a két tábort meg kéne ugyanúgy, van ott egy távolabb is. Meg van ez is, hogy akkor mindegyik kerüljön. Itt nincs senki, nincs már tábor. Ami nem baj, mert örülök neki, hogy... Örülök neki, a sápatarcú kutyák nem jönnek. Hát baj, ezt csak meggyújtjuk. Hát gyorsan ide értünk. Jó, hát igen, itt semmi ilyen dolog nincs, úgyhogy... Oké. Hát nem tudom, menjünk tovább kelet fel, mondjuk erre épül a vasút. Itt biztos vannak valami... Szerintem menjünk tovább valahogy... Én tovább valahogy a másik irányba. Hogy menjünk megnézzük, melyik az a másik irány, mert most én sem tudom, de szerintem amerre a lónak a feje áll, szerintem abba az irányba kell menni. Ja, körülbelül így ebbe az irányba. És akkor megnézzük még, hát... Ugye nekünk végig is az lenne itt a terület, meg a feladat, hogy ami olyan, hogy tehát valahogy itt össze is kéne már kötni ezeket. Az se baj, hogyha már odáig, de szerintem itt fogunk még találni valamit. Szerintem fogunk. Akkor valakiket, nem hiszem el, hogy sok vadállatok. Direkt nem akarok a vadállatokkal egyelőre foglalkozni, vagy lehet, hogy később se, vagy nem tudom, csak hogyha nagyon muszáj, mert... szóval értelmetlen, de lehet, hogy olyan szempontból meg kell majd öljem őket, hogy... ez lehet, hogy jó lesz nekem. Ezek mik? Ó, ez valami, inkább ezek ilyen farkasok, igaz? Ez is még belőm harab, de... Mozduljunk már. Ez még él? Nem él már. Mi voltál te amúgy, ha megnéz? Hús. Jön a másik hús. El akar nyírni a husi. A husi meg akar ölni engem. Hol vagy? Melyik? De igen, ezek falkába vadásznak. Kicsit belém harapott amúgy. Amúgy belém harapott a kis izéke. De hát most mit csinálják vele? Hát ők támadnak. Tehát tényleg nem tudok ilyenekkel már mit kezdeni, hogyha... Egyedül ez az egy olyan dolog van, a 140 kitartás, az igen. Szóval ilyenekkel nem tudok mit kezdeni, hogyha rám támadnak. Azért mondom, hogy akkor sajnos kénytelen vagyok megölni a medvét is, meg minden. De hát ha én rajtam múlik, akkor nem. De hát ezek támadnak, és ezért nem tudok mit csinálni. 60 méter. Valami favágó tábor. Úgy hallottam, hogyha valaki ütné a fát. Valaki ott van. Jött egy reggeli brunyálásra valaki. Hát... Az úgy csak a vezéreket érdemes, mert ezek is adhatnak nekem olyat, hogy... Adhatnak ezek is olyat, hogy mit tudom, elásta ide-oda a kincsét, vagy valami, csak igazából most azok a kincsekkel nagyon nem megyek nagyon messzire. Mert általában olyan vacak lootokat, tehát annyi lootot találunk menet közben, hogy azt... az bőven elég, szóval most nekem, bár itt valamelyik, ezt a vezért, azt mondjuk nem lenne rossz elkapni még. Na.
Na, hát ez meg itt vágja a fát mellettem. Hello. Valahogy el is visszük már, pá. Jó. Nem jó. Ezt elvisszük már, mert ezt meg... Ja, mert megtalálják, hogy hiányzik, akkor baj van. Kicsit arrébb. Hoztam valakit, beszélgessetek addig, jó? Ez csak... Ezt én el sem viszem, hogy átlagos. Na mindegy, akkor elteszem. Jön valaki. Keresi a haverját. Hát te így jártál, de... Téged is arrébb viszlek. Jó, ez nem tudom, meglátott minket? Hát... Itt gyűjtjük őket, jó? Jó, vezér kellett volna, de... Ez is, most már vezér meg bement oda középre. Hát ez gondolkozott egy kicsit, aztán na akkor ütöm tovább a fát, amit a haverom abba hagyott. Ja, jön a főnök. Csak ez így nem lesz jó, hogyha itt nekem megállsz és vigyázol rá, de tudom, hogy arrébb fogsz menni, csak... Na? Hol vagy, lovacskám? Hozok még. Kicsi a csomó, nagyot kíván. Na várjál, ide. Ne haragudj már, hogy ilyenekkel zaklatlak itt, de hát jó. Adok is neked belőle, figyelj, van nálam már olyan, hogy két pisztoly. Hát szerintem ezt a birkabendő, farkas mellékvesét, ezt 140, nem hiszem, hogy nekem kell a kitartás. Hát ez a hús, ezt jó, bedobjuk, mert nem érdekel, de medvezsírt, ezt csak azért viszem, hogyha esetleg eltalálnak, akkor legyen nálam valami híja. És ott van a góré, azt viszont el kéne kapjam, azt nem lenne rossz. Egy van ott, egy van itt. Már nem hiszem, olyan sokan vannak. Adjál nekem valami feladatot. Na, igen, oké. A Brown Farm tartozkodása, oké, az már jó. Add ide magad, baby. És akkor... Igen, most lett nekünk, akkor felszabadítottunk egy ilyen megyényi területet, vagy szóval vannak ugye ezek a területek. Az azért kell, mert az is most már ilyen teljesen világos és átlátható lett. Hát, hagyhat nálak élve is amúgy, de... De már megadta, érted a pontot, hogy... Megfélemlítettelek, úgyhogy már mindegy. Hol volt a komá? Még van valahol még egy ember. Ja, ott van a sátor mögött. Hát az nekem nem kell. Az nekem nem kell, de még van itt valaki. Hoppáré. Még tutkóra van itt valaki. De hol? Még ez még... Még van valaki? De hol van? Ott távolba előttem, az mi? Ja, itt is van egy vasbányászok. Oké. Lovamat ide hívom már, hogy legyünk együtt. Ne legyünk szanaszét. Hát még valahol van valaki, amúgy csak nem tudom, melyik irányba induljak. Akkor addig szétnézünk itt, hogy mik vannak. Itt egy újság. Húha! Ezeket milyen fordították le? Ez is...
egy új szakaszát az útnak befejezték. Mármint valószínűleg a vasútnak a szakaszát. Ja, fegyver. Az előbb nem volt benne. Újra megnyitottam, itt van. Oké. Nagyon jó. Nagyon jó. Carolina Gans hengertoló. Hengertoló művek. Megnézzük már, hogy van-e itt olyan dolog. Farkasbőr. Bú, basszus, az rengeteget nyom. Mármint, hogy nehéz. Medvekarom, nyúlbőr, ásó. Új, már túlléptem minden határt. Nyulláb, szerintem az nekem nem kell. Farkaskarom. Elvesszük azt a rohadt, mennyi minden. Meg egy kis pénz. Hát, Paci, van egy kis gond. Gyere ide. Gyere ide, Paci! Na, ott van az emberünk, nem már. Közben megjött az emberünk, aztán én meg itt nem tudok már észhez térni, mert mit tegyek be? Medvebőr, nyúlbőr. Megkeresi, hogy kik vannak ott. Én vagyok. Hát köszi, hogy belém lőttél, barátom, mert az még úgy hiányzott. Így. Hát nem igaz, hogy nem lehet téged eltalálni. Hol van a fejed neked? Hát, öcsém. Hát ez hogy? Hát mennyit lőttem még bele? Ez kemény volt. Ez kemény volt, Paci. Ez egy kemény harc volt. Ez, hogy hova lőttem? Nem tudom. Mennyit nyomunk ebbe a lóba még? És én hogy állok? Nekem 121, 120 farkasbőr, lehet azt kellett volna inkább, de most már mindegy, megyünk lefele 117, és még mindig megy. Ó, még hát 30, eddig jutottunk, tehát 30, és akkor viszont nekem van 108, akkor innen sajnos ezt a többi farkas, mert ez még 6 és ezt ki kell dobjam, most 101-nyek, és meg a farkas bőrből is kidobok. És akkor mostantól vagyunk úgy rendben, hogy most már tudunk menni. Komán, melyik voltál? Te voltál a sok nyilvesszős gyerek. Az igen. Az igen. Kellettem. Mondjuk, ja várjunk már, hát ezeket el kéne dobjam, ezt a sok szalonnát. Ja, és akkor már mindjárt. Már mindjárt 84. Jó. Na várjunk, akkor ez mi volt itt, amit én eldobtam? Valamit itt eldobtam, de hogy fogom összeszedni? Ja, így. Farkasbőr. Mondom, farkas. Farkaskarom. Lehet, hogy így jó leszek. 92. Jó, akkor visszaszedtük. Mit dobtam még itt el? Ja, más nem. Ők maradnak. Jó van, pacikáim. Ti nagyon aranyos lovak vagytok, csak azt nem tudom eldönteni. Ezt néztem az előbb. Azt nem tudom el... Várjunk. Mi volt ott lent? Nem biztos. Ja, nem, ezt láttam. Hirtelen azt hittem, hogy van dohány benne, de nincsen. Hát akkor... Hát egyelőre nem találtam azt az anyagot, ami nekünk nagyon kéne, de... Hát nem baj, legalább felgyújtunk minden mást. Mondjuk én örültem, hogy találtunk egy... Ennek mennyi a súlya? 2, ez még befér. Nagyon örülök, hogy találtunk... Karom 4, az még befér. A 98, az ásó az már nem fér be. Igen, súlya van egy ásónak, meg őrület. Szóval a fegyvert elrajznak, annak örülök amúgy, hogy az lett. Ez üres. Hát, jól van. Mert az, most nem is tudom már melyik volt, az valamelyik szakszon volt, nem? Vagy
Talán, de hogy melyik, nem tudom, egyiket se szeret, ezek minden egy lövetű vackok, szóval nem érdekes. Annyira nem. Na úgyhogy. Úgyhogy éghetünk. Hát nem találtuk még meg azt a valamit, amit keresünk, de hát még... Jó, hát amikor, nem tudom mikor ezt, mert nagyon sokszor lehet olyat találni, csak egyelőre nem találtuk meg. Na nézzük, hogy állunk. Úgy állunk, hogy nekem ezt itt. Figyeltem az előbb, hogy melyiket szabadítottuk fel, de... Jó, nem is érdekes annyira. Ezt viszont itt, hát ott van egy ilyen fel, vagy ilyen meggyújtandó tábortűzünk, akkor oda elmegyünk már. Szépen haladunk amúgy lefele. Most tényleg ezt nem nagyon hagyom nekik, hogy hát így lassan építik a vasutat, mert az a baj, hogy az megépül, onnantól kezdve állandóan jár a vonat, és hát persze így is úgy is meg lesz, tehát így is úgy is meg fogják építeni, mert hát ez az egésznek a lényege, hogy azt megcsinálják, és akkor onnantól kezdve majd hát elkezdődik egy másfajta háború, de én egy kicsit azért lassítom ezt a dolgot, hogy hát úgy na, nem hagyom nekik, hogy olyan nagyon gyorsan tudják, tehát én azért is mentem, és itt gyenteltem őket, de hát azért látszik, hogy csak meg, tehát építik, már most is adtak át valami új szakaszát, tehát nem úgyse nagyon lehet vele mit csinálni, mert így is úgy is. Na, itt vagyunk. Ez micsoda? Ezek a vasbányászok. Hát oda, akkor azokat is megnézzük. Hát, ha ott, és akkor utána majd megyünk. Úgyis abba az irányba akartunk menni. Nyíl nyilvesszőnk van. Oké. Ezt láttam én messziről is. Hát itt elvileg, itt megint csak, hogy hárman vannak csak, mert ez megint egy ilyen érdekes dolog, de vannak viszont, szóval most ez nem üres, hanem itt tényleg vannak. Hanem itt tényleg vannak. Hát. Megkeresik őket. Nappal van, tehát biztos dolgoznak amúgy valahol. Valahol biztos itt vannak. Hogy hányan vannak? Hát elvileg hárman kéne, hogy legyenek. És hát elvileg kellene, hogy legyen, ha valaki itt volt, de hol? És elvileg kell, hogy legyen lovas kocsijuk is, vagy hát legalábbis úgy szoktak ezek jönni, hogy jön két lovas, meg egy lovas kocsi. Hát hol jelez itt be nekem? Ja, itt van egy. Nem tudom, ezeknél is van ilyen, hogy... Kíváncsiságból megpróbálom már, hogy ez nem-e valamilyen főnök. Hát ezek mindegyik, mindig van egy főnök, de ez nem az. Ez nem egy főnök, ez biztos. Nem egy főnök típus. Nem egy vezető típus volt. És ez is egy utánpótlás van náluk. Ez nem az, ami... Nem látom. Valaki itt dolgozik. Ja, itt dolgozik. És te mi vagy? Megnézlek már téged, és nem vagy egy főnök? Nem tudjuk meg. Na most meg elmegy. Jó lenne, hogy bemérjelek, hogy te ki vagy. És elmegy hátra, mondjuk lehet, hogy megy aludni, vagy én nem tudom, mert... Lovaik ott vannak.
Hát nem tudom, hova lett. Hova lettél? Te ott van, ott. Azért akarom csak megnézni, hogy hát, ha valami vezér, de hát nem, ez is csak ilyen lótifuti. Hogy akkor lótifutit is megöltük. Ennél is ugyanazok, de még kell, hogy legyen. Ezek ugye üresek itt a lútok, szóval ezeknél itt lútra nem számíthatunk, csak nem tudom, hogy hol van még egy ember, mert valahol még kéne, hogy itt mutatja nekem felül, hogy abba az irányba. Ja, itt áll, elértem. Na és akkor te főnök vagy legalább? Igen, az egy vezér. Vezér lép, és két lépésben mattot ad. Na, akkor megpróbáljuk hátulról, mert ez így egyáltalán lehet. Hát, ha sikerül valamit megtudni ezektől. Emmanuel Macron. Hát csak azért tudjátok, hogy... Na, Emmanuel Macron. Megbolondultok. Nem? Hát olyan nevek vannak itt. Tényleg nincs több mondani valam. Nem baj, akkor nem mondjál semmit. Emmanuel Macront leütöttük. Oké, eltűnt, de azért még, apá, az anyját, hogy lehet így, ez az. Jó, aztán nem lenne muszáj már ilyenkor, de hát én már ugye ezt így önszorgalomból. Ez viszont nem a lovas kocsijuk, de itt a lovas gogyi, és ebben viszont, na, ez már, igen, na, ezt már szeretem, tele van mindennel. Na, hát nem tudom én, hogy van ilyen. Akkor utánpótlásunkat én is berakom. Berakom a fegyvereiket is. Jó, ellopecoljuk ezt a lovaskocsit. Most már csak az a kérdés, hogy hova vigyem. Mert hogy itt, ha hát vihetem abba az irányba, vagy ebbe az irányba. Azt nem tudom, hogy milyen a domborzatunk és vizeink. Még igazából jobb lenne ebbe az irányba menni. Csak, hát menjünk ebbe az, megpróbálunk, csak hát itt fák vannak, de hát, na mindegy, nem tudom. Majd meglátjuk, hogy jutunk itt át. Meglátjuk, hogy jutunk át abba az irány. Meg a cocómat kell majd hívni magammal, hogy ő is jöjjön, mert különben itt ragad. Nem szabad nagyon sietni, mert sziklás a vidék, aztán tönkreteszi esetleg a lovas kocsit, mert akkor buktuk, ami benne van. Akkor baj van. Hát 220 méter, ahhoz, és már neki mentem egy fának. Nagyon jó lesz. Igen, hát lehetett látni, hogy ilyen erdős vacak helyen fogunk átmenni. Már a ló az már túl messze van, már majdnem hidat mondtam én is, hogy a film címe, de hát gyere légy szíves, tudsz jönni, mert az se biztos azért. Itt is hívlak, ennyivel is előrébb vagyunk. Nem tudom, miért nem lehet így, nem lehet, lehet vagy nem lehet, én nem tudom, hogy lehetne úgy, hogy folyamatosan jönne mellettem, vagy valami, nem tudom, hogy annak úgy. Hogy azt úgy, hogy lehetne megcsinálni, nem tudom. De én legalábbis nem tudok más módszer, csak így, hogy... Ha látom, hogy eltávolodok nagyon messzire, akkor oda hívom, és akkor megint, mert ugyanis az a baj, hogy... Ja, itt is milyen sziklás. Mert az a baj, hogy... Egyébként meg... Hát mehetnék visszaérte. Na, már most megint túl messze vagyok, eltávolodtam tőle.
Nem nagyon akarok sietni a lovaskocsival, egyrészt nem is látok, mármint sötét van, és világít a szemembe ennek a lámpája, de mondjuk eljöttünk idáig, nagyon szép, ügyesek voltunk, és hívom a lovat most már, akkor jöjjön, ott jön. Ó, nagyon ügyes vagy. Lenéztelek egy kicsit, hogy nem néztem ki belőle, de ne vedd komolyan, jó, mert amúgy ügyes vagy, meg minden. Hát ezeket most kénytelen vagyok valóban be. Ja, nem nyújtottuk meg megint a tüzet, ahol mindig ez van, hogy nem gyújtottunk tüzet. Jó, hát ebből három, ebből négy. Egy kis vas, egy kis utánpótlás, egy kis fa. Hát meg belőled is, ja, benned nincs semmi. Oké, jó. Akkor mentés. Most nem tudom, hogy pont, ugye megnézzük majd pontok egyébként, és hogy 3700, az még megint kevés. Ezzel a, tudom, hogy ezzel a kocsival érdemes elmenni lootolni. Az akkor lenne érdekes, hogyha tudnék, ha tudnám, hogy ott olyan dolgok vannak, de nem biztos, hogy vannak, szóval nem tudom. Ez akkor lenne érdekes, az a lovaskocsi történet, mert így nem annyira. Már megint vasgyűjtés, ez nem tudom, kik ezek. Hát nem tudom, ide még elmegyünk, erre így jönnénk, aztán nem tudom, erre visszaérünk. Ezeket itt amúgy is meg akartuk itt oldani ezeket. Na, csücs, csücs, ló, oké, jó, hopsz. Valahogy most már összekötjük ezeket a területeket, hogy itt elszabadítjuk. Csak tényleg az lenne a feladat, hogy ezeket a táborvezetőket, amennyire csak lehet ezeket valahogy. Nézem, a feladat jött esetleg. Itt van egy megakadály társa. Jaja, akkor végig is jó irányba megyek, csak jönnek valakik. Egyedül vagy lovaskocsis bácsi? Most az a baj ezzel, hogyha én most a lovat kilövöm, akkor persze megáll a lovaskocsi, csak az a baj, hogy én sem fogom tudni vinni magammal. Az igen, azt nem így terveztük. Nem tudom, mit robbantottunk fel, de szép volt. Rakományt eltaláltam. Na most meg úgy rohanunk itt, hogy hova megy? Na most itt elkavarodunk ám valamerre rohadtul. Hanem annyira nem gyors még a lovam, az a baj. És hova is lettünk amúgy. Ja, visszajöttünk teljesen idáig. Hát én nagyon örülök. Hát akkor úgy nem így terveztük, de akkor. De ez nem is erre megy. Elindult. Hova lett ez? Itt van, előttem. Ja, ott megy. Hát ebbe a sötétbe aztán tényleg jól lehet látni. Hogy lehet így ijeszkedni? Hát meghal hatnál már. Oh, na végre. Viszok nehéz ámát. Na, itt van! Ezt kerestük. Ennek milyen súlya van? Itt van nála, és ezért gondoltam én, hogy ezt. És ebbe is ez van. Na, ez nagyon jó viszont, hogy ez 55-öt, ez 55 a súlya. Ez most az a kérdés, hogy itt most mi van, mi van mihez közel? Hát ott van az, de mondjuk itt van erre ez. Megpróbálhatnánk elvinni a lovaskocsit. Így ezt magamhoz veszem, de a lovaskocsit megpróbál. Jaj, ez így nem lesz jó.
Na várjunk. Hozzá te, cocó, benned megbízok. Ja, nem tudok betenni mindent. Jó. Olyan súlya van ennek, viszont ez az, ami nekünk nagyon kell. Ez az egész, ezért kezdtük el az egész történetet itt most csinálni. És emiatt az egy dolog miatt, hogy van ez az élelmiszer, hát magyarra fordítva élelmiszer. Ja, ide kéne akkor, hogy... Hát nem tudom, hogy... Nem tudom, hogy itt van egy víz mellettünk, tehát a víznek a túloldala. Hát remélem, hogy itt van amúgy közel. Remélem, hogy bölény volt, és nem valami más. 70 méter, mert hogy itt van valami maci lelőhely van. Annak nem örülök. Úgyhogy szerintem már most hívom is a lovamat, azért, hogy ebben az állapotban nem biztos, hogy nagyon versenyképes lennék elfutni egy maci elől. Ez már most elvileg itt vagyunk. Ja, itt meg is jöttünk. Hívjuk ide a lovunkat. Na, ez lesz majd most az érdekes dolog. Gyere, paci, mert nálad van a többi dolog. Mondom, nálad van a többi. Basszus már, hogy nem azt csinálod, amit kéne? Ezt elvesszük. És most kíváncsiságból, mert ugyanis most nekünk azt kéne, hogy ezt berakjuk mondjuk a fő táborunkba, ezt az élelmiszert. És ettől lesz majd érdekes, hogy ott mi fog történni. Ebben még van valami? Már ez üres. Jó. Szóval itt lesz majd érdekes, hogy azok fognak-e változni, mert itt most jelenleg ugye úgy állunk, hogy egyes szintűek a harcosok átlagos képzettsége, de elvileg, hogyha én, nem tudom miért villog itt, de elvileg, hogyha én ebből ide betettem, akkor ez emelkedni fog. Viszont ebből nekem mondjuk most hármat át kéne küldjek ebbe az asindóba, akkor nem az, nem őrjárat. Nem utaz. Nem akarunk utazni, várjunk, mert melyik harcos a küldése másik táborba. Igen, a lovakat ne vigyed, asindóba menjetek hárman át. Nem kell fegyver, van ott bőven. Csak ezeket még így átküldöm, mert hogy onnan menjenek át, és nem is azért csak, hogy ne legyen ilyen túlnépesedés kérdés. Jó, ezeket meg majd figyeljük, hogy most fognak-e itt nőni, növekedni a szintjük, vagy nem, de ez volt az egésznek a lényege, hogy ez az élelmiszert, hogyha szerzünk és beletesszük, akkor ez elvileg így lesz. És most pedig, jó, kicsit elkanyarodtunk, de hát ez most itt pont jól jött ki ez a kérdés, hogy ezt így meg tudtuk így oldani. Jól van, viszont lehet, hogy akkor tényleg, ha már így esett a dolog, akkor innen legközelebb folytatjuk majd ezt a... Mit a... Ő félelmisem mindenkit az armigat... Várjunk már, ez melyik volt? Ez mondjuk eléggé... Ez elég messze van, de mondjuk ez egy küldi, tehát oda meg lehet, hogy tényleg érdemes lenne elmenni. De lehet érdemes, mert azt mondja, hogy meg kell ölni, majd meg kell említeni mindenkit az aranybányászat területén. Tehát mondjuk oda, ja, akkor lehet ott kezdjük majd legközelebb, hogy mert azért nekem adni fog 1380, igen, és hogyha az meg lesz, akkor valahol itt van a indián táborunk is, csak nem lehet már látni, de akkor teszünk majd pontot erre, ha összejön, most már nem matekozom ki, de valószínűleg igen, mert ez 4000, hát az akkor összejön, és akkor töröljük a megítélésünket, reputációnkat, akkor ugye itt is volt egy indián táborval, az is csatlakozni fog hozzánk, meg ez is. Tehát, hogy elvileg ezzel így össze fogjuk tudni hozni. Na jól van, viszont így megtelik az idő, hogyha én csak itt bár mondjuk ott mentettem. Na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy innen folytatjuk majd legközelebb. Na mindenkinek szép napot, és hát köszi a tippeket. Sziasztok!